A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Mai műsorunkban egy fontos témát fogunk boncolgatni, ezzel kapcsolatosan hívtam szakértőket, a szenvedélybetegség lesz a témánk. És a vendégeink között köszönthetem Gönczi Gábort, az egészségdoktól, majd részletezzük akkor az intézmény pontos elnevezését. Örülök, hogy itt vagy. Itt van velünk Fodor Mónika, muszáj lesz puskáznom, mert egy nagyon hosszú elnevezése van az intézménynek, Vihern Alapítvány Szenvedélybeteg, Alacsony Küszöbű Ellátás Tranzitszolgálat, valami ilyesmi. Igen. De meg fogjuk ezt beszélni részletesen. És itt van velünk Farnas István, a Rév Ambulancia intézményvezetője is. Szeretettel köszöntöm. Hogy itt lehetek, köszönöm a kívást. No, hát benne már nagyon régóta fogalmazódott, hogy egy ilyen adást hozzunk össze, bár igazából volt már hasonló témánk, amikor kedves feleséged volt a vendégem. Akkor is szerettem volna már, hogy mindenképpen foglalkozzunk az intézményetekkel, és hát a többivel is, és most így nagyon jó, hogy így együtt tudjuk látni azt, hogy a városban milyen ellátás van most jelenleg a fiataloknak is, meg a kicsit idősebbeknek. Kezdjük azzal, hogy bemutatjuk az intézményeket. Én most elmondtam a neveket, de nem biztos, hogy teljesen tökéletesen mondtam. Gábor, veled kezdjük akkor, jó? Akkor ez az egészségdok, ez hogy van ez az elnevezés? Hát az egészségdok közhasznú alapítvány fenntartó, ugye ez egy közhasznú alapítvány, mint civil szervezet, és akkor ugye, ahogy így fejlődött az intézmény, a különböző engedélyeztetési eljárások során különböző nevek aggadódtak rá, de hogy ugye mi megállapodtunk abban, hogy talán az lenne a legcélra vezetőbb, hogyha egy ilyen összefoglaló nevet találnánk ki, és akkor így lett a neve az, hogy egészségdok addiktológiai központ és serdülő krízis centrum. Úgyhogy most jelenleg így hívjuk magunkat. Az engedélyeken nem ez szerepel, de hogy igazából a drogambulancia szó szerintem nagyon elrendtentő. Az integrált ellátási formánkat szerettük volna megjeleníteni, hogy sokféle szolgáltatást működtetünk egy helyen. Akkor ezt ki fogjuk nem sokára részletezni. Akkor ez a hosszú elnevezés nálatok, most, ha jól tudom, most már két helyen vagytok? Igen, két helyen és vagyunk. És talán akkor jött be ez a Vihern Alapítvány, vagy ez máshogy alakult? Nem, a Vihern Alapítvány a fenntartó gyakorlatilag, a tranzit szolgálat pedig egy szolgáltatási rész az alapítványnak, ami konkrétan a szenvedélybetegekkel foglalkozik, alacsony küszöbbel. Mit jelent ez az alacsony küszöb? Ugye mindenkinek ez egy teljesen ismeretlen fogalom, vagy nem tudják elképzelni, mi lehet. Az alacsony küszöb azt jelenti, hogy bárki, bármilyen állapotban, aki szerhasználó, bejöhet az intézménybe, és igénybe veheti a szolgáltatást, ami egyéni esetkezelés és egyéb ártalomcsökkentő szolgáltatásokkal párosul. Mi nem teljesen ezt a klasszik alacsony küszöböt csináljuk, ennél egy kicsit többet próbálunk nyújtani a hozzánk fordulóknak. Alapvetően alkoholbetegekre specializálódtunk, de természetesen mindenkit fogadunk, akinek bármilyen problémája van. Az iroda egyébként a Sziget utcában van, az alacsony küszöb irodája. Az új irodánk, amiről te is beszéltél, a Budai úton, az az alapítványnak a központja. Ott nyilván egy kicsit más körülmények között tudjuk fogadni a hozzánk fordulókat, már egy kicsit barátságosabb, meg szebb a környezet, van egy nagyon szép csoportszobánk, úgyhogy ott tudunk mást is, azon kívül, hogy egy panel aljában vagyunk. Na, ebbe akkor már kicsit részletesebben is belemegyünk, de az, hogy alacsony küszöb, most még ez így megütött a fülemet, hogy akkor a két másik intézménynél ez nem így van? Tehát ott feltételekhez szabott, nézzük először nálatok, meg először akkor még beszéljünk arról, hogy honnan a Rév elnevezés. Igen, a Rév az egy mozaik szó, a remény életváltozás tettük, Rév hálózat tagjai ezt így határozták meg, hát ez már nagyon rég. Amikor 97-ben indult a Rév itt Fehérváron, és országosan több ilyen Rév szolgálat indult. Mi különlegesek vagyunk a név szempontjából, hogy ambulancia és nem szolgálat, egyébként a többi Rév intézmény szolgálat néven működik az országban.
A teljes nevünk az a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Ambulancia, és két irodánk van, az egyik a Móri úton működik. Akkor 97-ben ott indult a RÉV, és jelenleg még a Gyümölcs utca 14-ben is működünk, de majd részletesen kibontjuk. Alacsony küszöbellátás működik nálunk is, de ugyanúgy majd Gábor is mondja, hogy náluk is, tehát ez mindhárom szervezetnél működik ez az alacsony küszöbellátás, mert ugye ez területi lefedettséget is jelent, Mór járás és Székesfehérvár járásokban. Jó, hát akkor menjünk vissza hozzátok, Gábor, mert hogy nagyon sokféle szolgáltatás van. Ugye most ami a legújabb újdonság nálatok, ami kicsit több mint egy éve működik, az a Tini Rehab, ugye? Tehát, hogy most már azért elég széles a skála, hogyha valaki problémákkal küzd, akkor tényleg nagyon sok fele mehet a városban, és hát sok mindent tudnak segíteni nekik a szakemberek. Igen, hát ilyen felsorolás szinten az a baj, hogy így, mondjuk egy laikusnak nem mindig megfogható, hogy ezek mit jelentenek, mert szoktam dobálózni ezekkel, hogy mit tudom, szenvedélybeteg nappali ellátás, és akkor igazából nem biztos, hogy tudják, hogy ez mit jelent, azt meg, hogy így elmagyarázom, meg ez hosszú, de talán azt érdemes így tudni, hogy maga az alapítvány az arra próbált fókuszálni, hogy szükségletekre reagáljunk. Maga az alapítvány elnöke, jó magam, meg pár olyan ember, akivel így indult ez az egész egészségdok, azok ugyanúgy szolgáltatásokból érkeztek, illetve sok saját élményű tapasztalat is volt nálam is, meg más kollégáknál, és akkor valahogy így a szükségletekre fókuszáltunk, hogy mire is van szüksége egy szenvedélybetegnek, hogy mi az, ami neki fontos, mi tud segíteni. És akkor ugye nagyon-nagyon látszott, hogy azért elég holisztikus a probléma, tehát hogy minden szenvedély mögött van gyerekkor, akkor minden szenvedély mögött van család, valamilyen töredezett valami, mindenhol vannak pszichés nehézségek, mentális, szociális, szóval, hogy holisztikus ez a történet. És akkor ugye ezt kezdtük el építgetni nyilván. És akkor két fő pillére van az alapítványnak. Vannak szociális ellátásaink, klasszikus módon, ahogy így említve is lehet, ez a szenvedélybeteg alacsony küszöbű ellátás, a szenvedélybeteg közösségi ellátás, és a szenvedélybeteg nappali ellátás. Erre épült egy ilyen szakellátás, talán az országban először szenvedélybetegek támogatott lakhatás, ez ilyen felépülőben lévő, de már tartósan józan rehabilitációt végzett fiatal embereknek próbálunk ilyen lakhatást és egyéb megtartó szolgáltatásokat nyújtani. Ez 29 fővel működik itt Fehérvár környékén, illetve Fehérváron, illetve lett egy ilyen egészségügyi vonalunk, ami teljesen más, mint a szociális, és másképp értenek rajta mindent, tehát ez két külön világ. És ott lett itt Fehérváron egy ilyen drogambulancia, ez klasszikusan addiktológiai járóbeteg ellátásnak hívják, ahol pszichiáter van, pszichológus, mi egymás. És hát ugye a szükségletek mentén azt láttuk, hogy hát milyen jó lenne, ha nem kéne valakinek 15 évet szert használattal tölteni, de hát kinek hol kezdődött ez, hát mindenkinek a kamaszkorba kezdődött, úgyhogy így ez a szükséglet már nagyon régóta megfogalmazódott, hogy mi lenne, ha ez ilyen serdülő és gyerek, ifjúsági, addiktológia. Na most ezt úgy kell tudni, hogy ilyen képzés nincs az országban, ilyen intézmény nincs az országban, tehát hogy ez egy teljesen új dolog. Olyannyira, hogy még besorolása se volt az egészségügyben, úgyhogy milyen lett az első olyan 2303-as kóddal a felnőtt addiktológiára betették ezt az ifjúsági és gyermek addiktológiát, ahol mondjuk kaptunk egészségügyi finanszírozást is rá. És hát ugye itt rengeteg igény, ugyanúgy szükséglet, tehát egy gyerekekről van szó, ott mindig van család, ott ugye oda is fog visszamenni, és akkor itt a családterápiától kezdve minden itt szóba került. És akkor ugye szóba került az is, hogy mi van akkor, hogyha ezek a gyerekek járóbeteg ellátásban nem gyógyíthatók, akkor hova lehet őket elhelyezni. Most országban azért már egy-két ilyen fekvőbeteg, tehát rehabilitációs intézmény létrejött, de nem volt nekik járóbeteg, tehát nem volt bemenet. És ez többnyire férfiaknak jött létre, kisebb-nagyobb átfedéssel, és mi meg elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha
ha fiúk is lennének, meg lányok is, de egy picit más lenne, mert egy ilyen kettős diagnózisos, mert ugye egy szerhasználó fiatal, az még nem is függő, de már látszik, hogy vannak pszichiátriai problémák a háttérben, de hát még nem tudjuk, melyik lesz belőle, és hát mind a kettőre kéne reagálni, és így lett ez a duál diagnózisos fekvő, tehát rehabilitációs ágy gyerekeknek, és akkor ugye most egy éve működik, és most nem olyan rég, mit tudom én, elkezdtünk specializálni lányokra, mert azoknak meg aztán végképp nincs semmi. Így néz ki. Elég borzasztó, hogy ezt a szót mondod, hogy gyerekek. És egyébként én is tudom, hogy láttam, ugyanállatok voltunk ott forgatni, hogy tényleg tini lányok, és hogy nagyon fiatalon már belecsöppennek ebbe, majd azért ezt is beszéljük ki, hogy ennek milyen okai lehetnek, hogy nyilván a család az, ahogy mondtad. És akkor most ez milyen létszámmal működik, hol tartanak azok a lányok, akik mondjuk nem tudom hány hónapja voltunk ott, volt, aki esetleg azóta kikerült, mennyi ideig maradnak? Hú, én nem emlékszem, mikor voltatok. Hát szerintem így az év elején, január körül. Igen, tehát lement egy év, tehát nagyon sok minden változott, nagyon nehéz volt. Ez egy olyan terület valahogy, ez egy külön műsor időt igényel, tehát nem akarok belemenni nagyon. Tehát nagyon nehéz ez a terület. Tehát a pszichiátria és a szenvedélybeteg ellátás így keveredik. Se nem pszichiátria, se nem szenvedélybeteg, és akkor így mindenki pislog, mert nincsenek protokollok, nincsenek bemenetek, kimenetek. Nagyon nehéz. És akkor ugye lányoknál gyakori ez az önsértés. 10 fővel működünk, de 10-ből 8 önsértő. Szóval nagyon bonyolult, és nagyon, nagyon szakemberigényes, és nagyon időigényes, és nagyon nagy a felelősség. Tehát a felnőtt ellátáshoz képest így egyszer csak így ránk szakadt ez, hogy ó, hogy nem mind. Tehát, hogy jó, hát ha nem működsz együtt, akkor nem tudunk segíteni. Ez így nem így megy. Tehát már egy kirúgás se. Tehát, hogyha valaki szabályszeg, mondjuk az intézményben, akkor mit csinálsz vele? Tehát anyukája Szegeden lakik, ő most nem ér rá, nem tudja elvinni, ha szökik, rendőrt kell hívni, jegyzőkönyv. Akkor még nevelni is kell őket, nem? Hát nagyon nehéz, és ugyanoda megy vissza, tehát hogy köteleztük a szülőket családterápiára, de az most, hogy mennyire együttműködő, mennyire nem, az mindig azért elég színes. Szóval itt tart ez a dolog, épül, for. Most különben pont elkezdtünk kapcsolódni a három intézmény egymáshoz, hogy kezdeményeztük több ponton, mert hogy így nagyon összeérnek a szálak, és nagyon pont ez a szakmai, személyzet igényes munka, hogy egyszer nincs elég szakember, nincs elég kapacitás, nincs elég pénz, és akkor így mi is keressük a kapaszkodókat így szerte a városba, hogy akkor hogy lehetne elosztani, vagy specializálódni, vagy összedolgozni, vagy még nem tudjuk, de az biztos, hogy egyedül nem megy. Nálatok van egy ilyen érdekes háttere ennek, ha jól hallottam, amikor a második irodát nyitottátok, akkor ott egy érdekes sztorit hallottunk, ezt elmeséled, hogy lett ez? A német fenntartomra gondolsz. Gyakorlatilag ez az egész háttér egy baráti kapcsolatból indult, az, hogy ma Magyarországon működik a Vihern Alapítvány. Az előző ügyvezető gyermekkori barátságban volt az én jelenlegi német főnökömmel, balatoni találkozás alkalmával, és ebből nőtte ki magát gyakorlatilag a Vihern Alapítvány. Ők így, hát már nyilván felnőtt korukban, az én főnököm szociális szakember, egy nagyon-nagyon nagy intézményt vezet Berlinbe, egy gyermekvédelmi intézményt, és az ő barátságukból nőtte ki magát, és az ő kezdeményezésükre az, hogy foglalkozzunk valamilyen tevékenységgel Magyarországon, ami lehetőség szerint gyermekvédelmi. Eleinte Budapesten volt irodánk, tehát főleg ott volt egy tanyánk Szentesen, én már 20 éve, több mint 20 éve dolgozom így az alapítványnak, főállásban most 2 éve, és mindig ez volt a célcsoport, hátrányos helyzetű fiatalokat ösztöndíjra vittünk különböző uniós pályázatokból Berlinbe, vendéglátós gyakorlatra, egyéb ilyen szakmai gyakorlatokra. De aztán valahogy kipattant a gondolat, hogy jó lenne, hogyha lenne valami szociális ellátás, amire itt Magyarországon is kapunk finanszírozást. És én akkor aktuálisan már Székesfehérváron dolgoztam, 12 évet itt a helyi hajléktalan ellátóban,
és emellett vezettem az alapítványt is. És akkor nyitva volt az alacsony küszöbre pályázat, és akkor pályáztunk nagyon kedves két kollégával, akik nagyon elszántak ebbe a szenvedélybeteg témakörbe. Velük együtt hoztuk létre ezt az alacsony küszöböt akkor 2010-ben, és ez azóta működik. És nyilván az a célunk, hogy fejleszteni, bővíteni és kapcsolódni, ahogy Gábor is mondta, pontosan múlt héten kezdtük el ezt a kapcsolódást. Ugyan ismerjük egymást, meg együttműködési szerződés van közöttünk már évtizede, de úgy valós együttműködés, konkrét együttműködési szándék az most fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne egy kicsit összedolgozni és egymásnak delegálni klienseket és egymás munkáját támogatni, segíteni, meg nyilván az ellátottakat, akik benne vannak, minél szélesebb körben ellátni. Titeket milyen problémákkal keresnek, meg miben tudtok segíteni? Minket jellemzően alkohol problémával, mi kapcsolatban vagyunk a kórház addiktológiai osztályával, a nagyon kedves szociális kolléganőm, szociális munkás kolléganőm jár be az ottani csoportokra, és nagyon sok megkeresés van onnan, illetve honlapunkon találnak információkat, telefonon felkeresnek bennünket, utcáról bejönnek, az a ritkább eset, inkább így telefonon érdeklődnek, időpontot kérnek, bejönnek hozzánk egyéni tanácsadásra, jellemzően alkohol problémával. Előfordul egy-két más probléma is, de akkor általában igénybe vesszük egymás segítségét, mert vannak nálunk mondjuk a kábítószer kapcsán profibak, vagy akár családterápiában jártas kollégák, úgyhogy olyan jellegű kliens keres meg bennünket, akinek árnyaltabb szintű ellátás kell, mint egy egyéni tanácsadás, vagy egy hosszabb konzultációs egyéni folyamat, akkor nyilván, hogy delegáljuk. Ha jól tudom, akkor van arra is lehetőség, hogy mondjuk gyerekek, akiknek a szülei problémásak, azok keressenek meg titeket. Igen, ez egy új programunk, ez az Elfeledett Gyerekek Apa-Anya-Pia program. Most próbálkozunk a csoport indításával. Nyilván ez fiatal felnőtteknek is szól, és gyerekeknek is. A fiatal felnőtt csoport indul majd a közeljövőben. A gyerekcsoport még fejlesztés alatt van, és együttműködésben vagyunk például Gáborral is ennek kapcsán. Ez egy nagyon nehéz terep, nagyon nagy felelősség, és erre nagyon fel kell készülni. Ez egy nagyon jó kis program, amúgy én ajánlom, meg szívesen várunk rá olyan fiatalokat, akik tényleg ezzel szeretnének valamit kezdeni, mert nagyon sok olyan család él ma Magyarországon, ahol legalább az egyik szülő alkoholbeteg függőségben él. Mi történik egyébként egy-egy ilyen alkalom során? Beszélgettek a gyerkőccel, hogy győzze meg a szülőt arról, hogy... Nem, ez egy konkrét tematikus program, és nyilván a 10 alkalmas. Nyilván az elején van egy ilyen kis bemutatkozás, keretezés, és utána pedig folyamatosan magával a szenvedélybetegségnek a felismerésével, meg a helyzethez való viszonyulással kapcsolatban értekeznek így a jelenlévőkkel, illetve olyan túlélési technikákat tanítanak ezek során, a gyakorlatok során, amit később alkalmazni is tud a gyermek, illetve hát nyilván itt a feldolgozás a cél, tehát nagyon, nagyon nehéz helyzetben vannak ők. Igen, csak abban reménykedtem most az előbb, hogy azt mondod, megtanítjátok, hogy beszéljék le a szülőket, vagy... Nem gondolnám, hogy lebeszélni bárkit is le lehet. A szenvedélyről, vagy a szenvedélybetegségről, vagy a bármilyen jellegű fogyasztásról. Uh-huh. A megelőzés a fontos szerintem, hogy ők ne kerüljenek majd olyan élethelyzetbe, ami mindenképpen szenvedélybetegséget eredményez, tehát igazából ennek ilyen preventív jellege is van. Uh-huh. Ha már az alkoholról beszélünk, most felmerült bennem egy olyan kérdés, hogy azt mondják, hogy ugye nagyon sok... Lehet, hogy ez mondjuk a drogra is visszavezethető, hogy sokan, akik mondjuk terhesség alatt fogyasztanak alkoholt vagy drogot, azoknál megfigyelhető, hogy a gyerkőc is valamilyen szinten örökli ezt a dolgot, vagy viszi, vagy nem tudom, az anya tejjel szívja magába, vagy hogy lehet ezt szépen megfogalmazni? Mondjam. Hát amit én tudok róla, mert azért ez egy kutatott terület,
Tehát ennek az két része van. Az egyik ugye az, hogyha valaki mondjuk tartósan fogyaszt alkoholt vagy drogokat terhesség alatt, akkor eleve a gyermek sajnos minden olyan elvonási tünetet, egyéb szindrómákat azért így visz magával, hiszen ez egy komplexitás. A gyerek az úgy együtt van az anyával, és amikor ő mondjuk megszületik, akkor mondjuk meg előfordul, hogy elvonásra születik. Ez egy másik téma. Az, hogy most ezek a transzgenerációs öröklődés, azért az egy sokkal több rétűbb dolog, amennyire én tanultam, hogy annak van biopszichoszociális szintere, és ez nem egy egyértelmű dolog, hogy azért, mert az anyukám alkoholista volt, akkor én is az leszek. Én ennél sokkal árnyattabb, ez megint egy ilyen hosszabb téma. Nyilván vannak prediktorok, tehát olyan dolgok, amik azért abba az irányba tolnak. A mintázatok erősek, tehát ugye mondjuk, amit a Móni is mondott, csoport, az szerintem ebben biztos, hogy dolgozik, hogy most ő mit lát. Ugye, mert a gyerek az egy dolog, hogy miben van, de hogy ő mit lát, mit hall. Neki az a normális. Ugye én is egy ilyen családban nőttem fel, tehát hogy az, hogy nekem ittak, az nem teljesen normális volt, tehát hogy én soha nem leszek alkoholista, mert undorító, hát de lettem más. Tehát ugye a minta ott volt, most ebben nyilván lehet dolgozni, hogy ez ne így legyen meg, amit mondom, Móni, hogy ennek azért sok oldala van. Jó, még egy picit akkor térjünk vissza a Rév ambulanciára, hogy nálatok, hogyha hozzátok fordul valaki, akkor hogy mi mindent tudtok segíteni? A célcsoportunk leginkább a 19 éves kortól, hát azért még 65 éves korú kliens is van, de a legtöbben ez a 30-40 éves korúak jelennek meg, és hogyha megnézzük azt, hogy a saját életünkben milyen életciklusok vannak, gyermekneveléstől kezdve, vagy kezdjük az eljegyzés, házasságkötés, összeköltözés, gyermekvállalás, óvodáskor, iskoláskorú gyermek nevelése, aztán közben a szülők gondozása is, esetleg válás, második, harmadik válás, mozaik család, és akkor ezeket lehetne tovább bontani, hogy megjelennek ezek a krízisek, van ami normatív, van ami paranormatív, mert hogy nem számítottunk rá, és megtörténik, például megcsalás, vagy ki tudja mi. És nagyon érdekes, hogy a kliensek többségénél gyermekkori traumákat látunk, és ezeknek a feldolgozása nagyon hosszú idő. És az, aki valamit használ, vagy valamit csinál, mert nem biztos, hogy szerfüggősége van valakinek, hanem lehet, hogy viselkedésfüggősége. Van, aki játszik, van, aki vásárol, van, aki facebookozik, van, aki pornót néz, van, aki autót vezet, nem tudom, annyiféle dolog van, amiben az ember pillanatnyi enyhülést keres, de hogyha hosszú távon csinálja, akkor érdekes módon a legfontosabb, legértékesebb, a társadalomban legértékesebbnek tartott értékeink, azok úgy eltűnnek. Elvesztjük a barátainkat, a munkahelyünket, és akkor lehet látni ezeket a lecsúszási utakat. Na most, hogyha ebből indulunk ki, akkor mindenféle függőnk van, tehát találkoztunk már, a legtöbb az alkoholfüggő, gyógyszerfüggő, kábítószeres, szexfüggő, vásárlásfüggő, és nagyon sok a játékfüggő. Ebből most egyre több van, és egyre fiatalabb korban. Tehát megjelenik a szülő, hogy a fiam 14 órát játszik naponta. Vagy 24 éves, és nem akar elmenni dolgozni, és játszik, és napi 4 liter kólát fogyaszt, és csak játszik, és játszik, és miért nem megy el dolgozni, bár megtehetni. Itt nagyon fontos még az is, hogy a szülőről való leválás, és a szülőnek is az elengedés kérdésével dolgozni kell. Szóval a célcsoportunk körülbelül ez. Nagyon fontosnak tartjuk a párokkal való munkát. Ez most az elmúlt 6 évben nagyon felerősödött. A kollégákkal elmentünk erre a páris családterápia képzésre. Ezt többen is elvégeztük. És azt látjuk, hogy a
családnak az alapja a párkapcsolatban élő két személy, aki férfi és nő, mondjuk ki, és az ő kapcsolatuk határozza meg azt, hogy milyen lesz a hangulat a családban. És a gyermekek ehhez tudnak kapcsolódni, vagy nem tudnak kapcsolódni. És hogyha a párkapcsolatban az érzelmi állapot kiegyensúlyozott, akkor várhatóan a gyermekek is kiegyensúlyozottak lesznek, de ha ez nem így történik, akkor sajnos látunk mindenféle elakadást és különböző mellékutakat, amik utána különböző hosszú, féléves, egyéves kezelést igényelnek, és akkor így jelennek meg az intézményeinkben ezek a megkeresések. És akkor ezért működik nálunk a párterápia, a családterápia, tehát a család együtt, a gyermekekkel, párokkal együtt, ezek általában ilyen 8-12 alkalmas folyamatok, heti vagy két heti rendszerességgel találkozunk a párokkal, illetve működik, amit Gábor is mondott, hogy vannak ezek a kifejezések, hogy nappali közösségi alacsony küszöb, pszichiátriai szakrendelés. Jó, most ezzel a hallgató nem tud úgy mit kezdeni, mert ezek csak ilyen szakmai, hivatalos megnevezések, de tulajdonképpen ez a cél, ez a lényeg, hogy ezt értsük meg, hogy a hétköznapi életre fókuszálunk, és azokra az elakadásokra, azokra a szükségekre próbálunk választ adni, ami mindannyiunknak az életében ott van. Tehát ugyanúgy én is találkozom azokkal a krízisekkel, mint ahogy mindenki másoknak. Munkahelye van, dolgozik, gyermeket nevel, szüleit gondozza, kapcsolatban van a különböző szervekkel, mi is kapcsolatban vagyunk rendőrséggel, ügyészséggel, pártfogókkal, iskolákkal, egyházzal, és mindenhonnan érkeznek megkeresések, és erre próbálunk a kollégákkal a legmegfelelőbb választ adni úgy, hogy mi is delegálunk. Hát hogyha nálunk nincs meg a megfelelő válasz, akkor küldjük a tranzitba, az egészségdokhoz, és így tovább még számtalan helyre. Most, hogy az előbb mondtad a játékfüggőséget, tényleg az mondjuk egészen eddig eszembe se jutott, de hát tényleg látni ezt a jelenséget manapság, csak nem gondoltam, hogy tényleg ezzel is mondjuk felkeresnek titeket. Meg a bevásárlás, vagy a boltkórosságot is, azt sem gondoltam volna. De akkor ezek szerint nektek egyre több a munkátok. Mert én azt gondolom, vagy azt látom, vagy azt hallom, hogy ugye egyre több ez a szenvedélybetegek száma, és ugye akkor ezek szerint így bővül folyamatosan az, hogy milyen függőségben vannak az emberek. Úgyhogy ti biztos nem unatkoztok soha. Igen, nem unatkozunk, azt gondolom, és mindannyian abban vagyunk kicsit, hogy most nem akarok témát váltani, de hogy mindannyiunknak a területen, de azt gondolom, hogy nem csak mi az egészségügyben dolgozók, a pedagógusok, és ugyanúgy mi is a segítő szakmában levők szükségünk van szupervízióra, kikapcsolódásra, feltöltődésre, és ez több területen megvalósulhat, de most nem akarok elkanyarodni a témától. Uh-huh. És egyébként ez megvalósul most, hogy mondtad, mert hogy tényleg intézményvezetők vagytok, és hát gondolom, hogy azért, főleg, hogyha problémás emberekkel foglalkoztok, akkor bizony előfordulhat, hogy este is megcsörön a telefon, vagy éjszaka, vagy bármilyen ügyben intézkedni kell. Hát nálam igen. Tehát, hogy hát vannak olyan kollégák, akik, mivel vannak támogatott lakhatásaink, ahol ugye laknak felépülők, ott én meg egy kollégám igazából mindig ügyeletben vagyunk. Tehát, hogy mi össze szoktunk csörögni, hogy akkor mit csináljunk. Hát, hogyha mondjuk valakiről kiderül este 9-kor vagy 11-kor, hogy berúgva érkezett a lakásba, akkor ott dönteni kell ott rögtön, vagy épp másnap, de a lényeg, hogy valamit mondani kell. És akkor mi szoktunk ilyet, meg én nagyjából nekem mindig be van kapcsolva a telefonom. A rehab kapcsán ott szintén, mert ott most is volt, hogy ugye a feleségem viszi azt a részleget, a pergertündés, és igazából őt hívták, mit tudom én, a fél egykor, hogy mit tudom én, az egyik kislány befalcolt, és akkor most mindenki pánikol, meg leföl szaladnának, és akkor most akkor mi legyen. Mondjuk most már van egy rutin, tehát, hogy így azért a kollégák elég ügyesen lereagálják, de volt, hogy be kellett menni. Én sokszor helyettesítek, vagy a feleségem is, mert ugye beteg lesz valaki, 24-eznek, akkor be kell menni.
Tehát, hogy így nálunk ez nagyon élő, és akkor vannak olyan kollégák, akik úgymond 5 órakor a munkaidőnek hazamennek, nekik ez a dolguk. Ők ezt a felelősséget viszik, de szerintem intézményvezető nem tud kikapcsolni. Lehet, hogy nem csörög éjfélkor a telefonja, de a feje úgyis ezen jár. És akkor én ezen szoktam úgy gondolkozni, és talán a mai világ, hogy a Covid ezt elhozta egy picit, tehát volt pozitív oldala, hogy nem csak akkor dolgozik az ember, amikor ott van a munkahelyén. Valójában. De valójában sokan nem csak akkor dolgoznak. És hogy vagy a kreativitást lehet a munkaidőbe sűríteni, vagy ezeken így el lehet gondolkozni. Vagy ahogy mondjuk a Fultiknál azért elég erősen megjelent, hogy ja, hát ezt otthonról is lehet csinálni. Régen meg azt mondták, hogy persze, mert ne menj haza lógni. Most meg már simán azt mondják, hogy maradj otthon, ott a géped, üldögéjé, majd te fizeted a fűtésszámlát, nem kell a bejárást fizetni, nem kell a kávét fizetni, szóval semmit nem kell fizetni, és onnan dolgozol, és működik. Tehát, hogy változik a világ szerintem, és a szerhasználat, vagy amit mondott az István, hogy ennyiféle dolog megjelenik, én azt tapasztaltam, hogy azon, hogy ugye amikor kitalálták ezeket az elnevezéseket, az ugye nagyon régen volt. És akkor ugye próbáltak egy adott területre, vagy egy adott jelenségre reagálni, mondjuk az alacsony küszöbbe, hogy aki még nem döntött el, hogy nagyon le akar állni, ellenben milyen jó lenne, ha valahova be tudna menni, ahol nem kéne se tajkártya, se név, se semmi, és akkor ő oda bemegy, és akkor majd ott beszélgetnek vele, és akkor motiválják arra, hogy egy magasabb szintű szolgáltatásba kerüljön. Ugye ez klasszikusan az alacsony küszöb. És akkor ugye a drogosoknál ez ilyen átmenet, meg az alkoholistáknál a hajléktalan és a nem annyira hajléktalan, meg a nem hajléktalan, de úgy néz ki. Szóval, hogy ez nem egy ilyen állás, vagy a csellengő fiatal, aki otthon nincsen, de valahol mégiscsak van, és akkor... De hogy most már azért nem erről szól, hogy kap egy kávét, és akkor elbeszélgetünk. Vagy egy nappali ellátás se arról szól már, mint régen, hogy akkor emlékszem, jöttek ellenőrizni, és akkor legyen könyv, legyen internet, és majd őt leül olvasgatni, és időt tölt, és addig is józanodik. Most már nem erről szól ez a dolog, hanem egyre inkább abba az irányba mozdulunk el, hogy így nyílik ez az olló. Tehát, hogy az embereknek rengeteg a problémája. Tehát, igen. Rengeteg problémával találkoznak, és hogy talán fejlődünk is, tehát hogy mernek segítséget kérni, talán rá is látnak, talán a média is mutat ebből valamit, hogy itt azért nem csak arról van szó, hogy akkor... Tehát hogy nem a végpontokat nézzük, hanem a bemeneteket. Tehát hogy így a család, a gyerekkor, a traumák. De hát ugye régen nem erre, hanem már volt egy függő, odament, és akkor tudtuk, hogy hát akkor ő drogos. Vagy alkoholista, és akkor ezt kell csinálni. De mi van, aki egy funkcionális ivó, dolgozik, befizeti a számlát, ja, neki van családja, ja, neki van kiskorú gyermeke, ja, hát amúgy nem biztos, hogy ez így rendben van, ja, hát ő amúgy nem véletlenül iszik, tehát, hogy traumákkal érkezett, ja, már az apukája is ivott. És akkor így néz az ember, hogy itt ebben a területben mindenki tanul. Hát azért, mert egyre több olyan emberre találkozunk, akivel nem tudunk hozzányúlni, mert olyan problémákkal érkezik. Hát ez így nő. De szerintem a kollégákat tudnak ebbe erősíteni. Abszolút. Teljes komplexitásba kell kezelni egy-egy ilyen ellátottat, és nagyon sokszor előfordult például nálunk is, hogy a hozzátartozó előbb felhív bennünket, mint maga a függő, és erre bizony rá kellett készülni, hogy a hozzátartozót felkészíteni arra, hogy hogyan tudja úgy trenírozni akár a házastársát, gyerekét, bárkit a családjába, akinek ilyen problémája van, hogy igénybe vegye a szolgáltatást, hogy elmerjen jönni oda. Mint ahogy Gábor is mondta, ugye pont az alacsony küszöbnél semmit nem kell csinálni, se nevet, se tajkártyát, se semmit nem, csak bejön, elmondja a problémáját, ha akarja, vagy elindulunk egy élettörténeten, és elkezdődik a konzultáció. És akár aztán később ez annyira megérlelődhet valakibe, hogy elgondolkodik azon, hogy rehabilitációba megy, vagy olyan jellegű terápiás folyamatokba kapcsolódik, ami erre irányul, akár egy kórházi, akár egy rehabilitációs intézménybe való beköltözés, befekvés formájában. Kicsit beszéljünk arról, hogy kinek milyen indítatása volt
hogy erre a pályára lépjen, és akkor egy picit így menjünk végig azon, hogy hogy jutottatok el ahhoz, hogy most egy ilyen intézményt vezettek. A Gáborét ismerem, de tieteket még nem, meg hát a nézőkkel azért majd megosztjuk. Úgy röviden meséljük el, hogy honnan ez az elhivatottság, mert gondolom, hogy ehhez elhivatottnak kell lenni, hogy másokon segítsünk. István? Kezdjük a legelején talán. Olyan családban nőttem fel, ahol folyamatos átjáróház volt, állandó vendégeskedések, még három testvérem van, és édesapám is a városban olyan háziorvosként dolgozott, és állandóan lehetett látni azt, hogy este 11-kor szólt a telefon, vagy hajnali 4-kor, vagy akármikor. És én ezt hozzászoktam, hogy ha hívnak, menni kell. És majd mikor elkerültem egyetemre, és elkezdődött a szociális munka, mentálhigiéniai mesterképzés, aztán pszichiátria szakvizsga, meg projektmenedzsment, sok minden érdekelt a területen. Mindegy, hogy mi, csak ne matematika legyen. És az emberekkel való munka, az valahogy kisgyermekkoromtól jelen volt az életemben, de a baráti körben is jellemzően, mert abban a közösségben, ahol felnőttünk, ez egy ilyen természetes dolog volt, hogy az emberek felé különböző területeken, különböző segítségnyújtásban veszünk részt. Na most, hogy ez a szakterület lett, az érdekes, én a gyulafehérvári Karitásznál kezdtem a pályafutásomat, mert hogy Erdélyben tanultam Kolozsváron, és ott ez a terület nagyon gyermekcipőben járt akkor több területen részt vettem, idősellátásban, fogyatékkal élőkkel, tehát több, a szociális terület több területén, és eldöntöttük a feleségemmel, hogy költöznénk nyugatra, Székesfehérvárra, ez 2011-ben volt. Aztán mivel a feleségemmel együtt tanultunk az egyetemen, majd együtt jártunk mindenhová. Tehát tulajdonképpen egymás szupervizorai vagyunk, mondhatom ezt is. Mert ugye a mentálhigiéni, a családterápia, a mindent együtt csináltunk. És volt ez a lehetőség a Karitásznál, és benyújtottam a pályázatomat, és kérték, hogy dolgozzunk együtt. Akkor elkezdtem, és azóta 12, most több mint 12 éve, 11 éve veszek részt ebben a munkában, és nekem is tanulni kellett ezeket a folyamatokat, de azt gondolom, hogy valahogy hogy megvolt az alap, és volt mire építeni. Hát sokat számít szerintem a keresztény szemlélet is, és az a kör, amiben részt vettem. Hát röviden. Nagyon bólogattál. Igen, mert nagyon sokban hasonlít így az élettörténetünk, akár a családomra gondolok, akár magára az érdeklődésre a szakma iránt. Nekem is, én egy hívő családból származom, egy református családból, és nagyon sokáig én azon gondolkodtam, fiatal koromban, hogy én teológus leszek, de aztán valamiért a segítőpálya felé mozdultam mégis inkább, tehát jobban szerettem volna egy gyakorlatban is emberekkel foglalkozni. Egyébként én egészségügyi középiskolába jártam, tehát volt így kapcsolatom már így az emberekkel való foglalkozásban, ápolásban, de ez valahogy annyira nem ragadott magával. És hát az én fiatal koromban kezdődött nagyjából a szociális munkának ez az intézményesített oktatási formája, és ugye szociális tanulmányokat végeztem, nagyon sok területen dolgoztam, gyermekvédelmi, hajléktalan ellátás, idős otthont vezettem, tehát több területet is megismertem, mert egyébként szociálpolitikus is vagyok, és maga a rendszer működtetése is rendkívül érdekel, nem csak benne dolgozni, hanem kutatni, fejleszteni és szemlélni a folyamatait. Az alapítványnál, igen, mint ahogy mondtam, már 20 éve, több mint 20 éve dolgozom. Egy berlini ifjúságvédelmi konferencián ismerkedtem meg a jelenlegi főnökömmel, és egy ilyen nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki közöttünk, és ugye úgy indult, amit már ugye az előbb említettem, a közös munka. Ez a tranzit szolgálat része, de egyébként én nagyon
szeretem magát, ezt a szociális szakmát. Sajnos nagyon alábecsülnek, vagy alulbecsülnek bennünket, alulértékelnek, de azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a munka, amit mindannyian végzünk a magunk területén. Legyen az most idősellátás, szenvedélybetegellátás, vagy hajléktalan ellátás, mindegyik egy nagyon nehéz célcsoport. És nagyon sok erő kell ahhoz, hogy ezt jól tudjuk végezni. És mondhatom szerintem mindannyiunk nevében, hogy ehhez nagyon fontos ez a spiritualitás, és ma mindannyiunk mögött van az a hit, az a reménység, mert sokszor azt tud bennünket átlendíteni ezeken a nehézségeken, amivel találkozunk. Gábor, neked is azért van egy történeted, amit már azért többször elmondtál a nézők előtt, és hogy miért az indítatás, ugye? Egy picit akkor röviden beszéljünk erről. Hát igen, ugye, hát én szoktam mondani a kollégáknak is, hogy senki sincs itt véletlenül, se a kliens, se a kollega, tehát épp eszűenben nem választja ezt a területet. Tehát ki akar szenvedélybetegekkel, meg koszos emberekkel, meg problémásokkal, meg ilyen mindenféle nehéz kapcsolati rendszerre jövő emberekkel foglalkozni, és akkor én abszolút úgy is nőttem fel valahogy, hogy én ezt így nagyon negáltam, tehát hogy én szenvedélybeteg családban nőttem fel, és akkor így én valahogy azt tanultam meg, hogy így nem kell itt mások problémájával foglalkozni, tehát hogy mindenki oldja meg, amit meg akar, meg csinálja, hogy akar, és akkor ezeket le kell pattintani. Tehát nagyon távol állt ez tőlem, amúgy én kereskedelmi irányba mozdultam el, egész ügyes voltam benne, tehát én külkereskedelmi ügyintéző, az alapvégzettségem, én ilyen multiknál dolgoztam, kereskedelembe, és nagyon jó kerestem, de hát én voltam a hülye gyerek a pénz körül, és akkor így elkallottam. És akkor így ez a drog téma, ez jelen volt az életemben egész fiatalkoromtól. Lakótelepi gyerek, kulcsos gyerek, már szakdolgákat írtak ebből a családi háttérrel, pénzem volt, és akkor így azt hittem, ennyi a világ, és elsodródtam. Tehát én kábítószerfogyasztó lettem, szenvedélybetegé váltam, ilyen 10 évet elszórakoztam ezzel, és akkor így lett egy ilyen drogkarrier, amit így hívnak a szakmába. Voltam hajléktalan egy évet, nem gondoltam, hogy az vagyok. Tehát nagyon érdekes állapot volt, hogy nem volt hova hazamennem, de én nem gondoltam, hogy én hajléktalan vagyok. Én csak így élek. Erre szokták mondani, hogy fiam, te haldokolsz. Nem, én így élek. Tehát ez ilyen nézőpont kérdése. És akkor igazából én így kerültem egy ilyen segítő környezetbe, és akkor ez volt az első ilyen találkozásom egy ilyen alacsony küszöbű helyen. Azért is gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont, amikor bemegy az ember egy olyan helyre, ahol egyáltalán így szó ember számba veszik, vagy így azt mondják, hogy szia, Isten hozott, vagy nem tudom. És akkor én is így kerültem kapcsolatba ezzel a területtel, tehát nekem lett egy tök jó benyomásom a segítőkről, hogy ők elfogadnak, meg szeretnek, meg kávét is kapok. Tehát, hogy így nagyon-nagyon tetszett, és akkor igazából elterelgettek abba, hogy én rehabilitációra kerültem. Én ott nem voltam olyan sikeres elsőre, de aztán csak összejött. Követtem a többieket, hogy mit csinálnak a többiek, meg más kollégák. És akkor én így elmentem főiskolára, nagykörösse, de hogy én egy református otthonban szocializálódtam, tehát ott voltam rehabon. Akkor nagyon tetszett ez az elfogadó közeg. Azért voltak ilyen spirituális élményeim, tehát nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, de mégis megtapasztaltam ilyen csodákat, azt gondolom. Másoknál is láttam, a magam életében is. Az emberi gondolkodás véges. És akkor én egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ha én ezt hoztam össze 20-akárhány év alatt, akkor ebből mi lesz más? Tehát ez így nem logikus, nem? Tehát, hogy a krumpliból nem lesz, mit tudom én, Coca-Cola. Ez ilyen egyszerű, nem? Ez a racionális gondolkodás. Aztán kiderült, hogy de lesz. Tehát, hogy a krumpliból is lehet Coca-Cola, vagy nem tudom mi. És akkor igazából így követtem a többieket, és mentem főiskolára, majd egyetemre, mesterképzés, aztán még egyre.
most megint iskolába járok, tehát hogy így utólagos szocializáción és személyiségfejlődésen vettem részt. És akkor így belekerültem ebbe, ott lettek ismerőseim, ott lettek barátaim, ott láttam példaképeket, ugye elhívott. Én kívülről belülről ismerem a rendszert, tehát én jártam abban a kórházban, mint lakó, ahol aztán jártam, mint segítő, és fordítva. Úgyhogy így jár mindenféle utcai szocmunka, kórházi megkeresés, börtönmisszió, mindenfele voltam. Én csak szenvedélybeteg ellátásban dolgoztam. Ott van minden ismerősöm. Ez azért bámulatos egyébként szerintem ez a fejlődés, amin átmentél, és az, hogy azoknak a gyerekeknek, akik bekerülnek hozzád, te saját tapasztalatodat tudod elmondani, hogy mind mentél át, stb. Múltkor egyszer voltunk egy iskolában, ahol előadást tartottál, és elmondta Gábor, hogy miért ne csinálják a gyerekek, és láttam, hogy teljesen átérezték azt, amit te elmondasz, tehát hogy lehet, hogy reméljük, hogy még nem volt a kezükben ilyen szer. Mert hogy azért azt mesélted nekem korábban, hogy már talán ilyen nagyon alsós korban is talán előfordul? Hát egyre fiatalabbakat érint, de ezt szerintem a kollégák is látják. Hát igen, tehát hogy ugye, mint mondtam, maga a terület az ilyen szükségletekre mozdul be, és amikor a 20. olyan emberrel ül le az ember beszélni, mint tudom, 7-8-6 év, droghasználat, vagy 10-15 év alkoholhasználat, és akkor felteszi az ember a kérdést, hogy akkor mikor kezdte. És akkor amikor mindenki ezt mondja, 15-16 évesen, tehát ugye ez már régen is így volt, tehát hogy most nem mi találtuk fel a spanyol viaszt, hanem a gyerek addiktógiának érvényessége volt 20 évvel ezelőtt is, csak akkor még nem reagált rá, úgy mondja, a terület. Viszont egy másik fontos dolog szerintem az, hogy például az alkohol kapcsán, hogy a gyerekek ugye elkezdenek bulizni, inni, stb. Fesztiválok során, meg hétvégén, és hogy érdekes ez, hogy ez mennyire elfogadott, hogy egyébként iszunk, és közben meg bármikor átfordulhat egy függőségé. Igen, van egy, nem, több is mondom, van egy konkrét 17 éves srác, aki elmondja, hogy elvált szülők gyermeke, és amikor hétvégenként bulikra jár a többi barátjával együtt, akkor az alkoholfogyasztásuk az ilyen fejenként 3 üveg bor, esetleg 6 sör plusz van, és ez így körülbelül 6 óra leforgása alatt, plusz a vodka vagy egyéb kiegészítők. És akkor ilyenkor kérdés az, hogy most itt tart, az azt jelenti, hogy valahol korábban kezdte, és kevesebb mennyiséggel, vagy mit látott. És itt egy nagyon fontos dolgot hoznék fel, hogy az apák jelenléte a gyermeknevelésben mennyire fontos, és hogy ez egy másik nagyon fontos fókusz, hogy az apák az egyik legjelentősebb résztvevői a gyermek jövőjének az alakulásában. Hát, hogy mennyire van jelen, milyen hangulatban, milyen lelkiállapotban, milyen függőséggel, milyen feszültségekkel, milyen probléma megoldási stratégiai vannak. Szóval ez nagyon lényeges. Általában ezeket halljuk vissza, hogy a gyermek mondja, hogy hát igen, apám. Nyilván az anyák részéről is hallunk nagyon sokat, de hogy ezzel nagyon sokat kell dolgoznunk klienseinknél. Ugye szenvedélybetegekkel foglalkoztok, gondolom, hogy azért sok sikertörténet is van. Kicsit itt a műsor végén egy záró gondolattal fejezzük úgy be, hogy azért biztos vannak olyan esetek, amik a számotokra nagyon fontosak, és szíveteket melengeti, hogyha mondjuk egy-egy kezet így el tudtok engedni. Gábor? Hát nagyon sok sikersztori van. Tehát én nagyon amúgy ez ad így erőt, vagy így, mert ugye ez azért egy kiégés közeli munkahely. A gyerekek különben még fú, nagyon nehéz. Láttam a kollégák, hogy recsegnek, ropognak. De hogy így, hát sokat tudnék mesélni. Hát, és akkor ilyen mindenféle összefonódások jönnek ebből elő.
Tehát van olyan kollégám, aki nálunk dolgozik, aki 22 évet drogozott, 22-t, és így olyan végigkísértem így, nem is tudom, 2006-tól az életét. Nyilván már akkor is tartott valahol, és most nálunk dolgozik, most már nem is tudom, negyedik év tiszta, párja van, meg minden elképesztő, meg van olyan, ezen így röhögtem múltkor, hogy van olyan kollégám, aki az én mentoroltam volt, rehabon, de már ő dolgozott egy másik drogterápiás intézményben, és ott dolgozik a ő mentoroltja is. Tehát, hogy ott álltunk így három, és akkor mondtam, hogy itt van a tessék életem főműve, meg az övé. Szóval, hogy van ilyen, igen. Meg hát családja van, meg gyereke, és akkor nem tök jó. De nyilván vannak kudarcok is. Nálatok? Hát nálunk az a siker, hogyha tovább tudjuk lendíteni az alacsony küszöbből egy magasabb szintre. Jelesint ugye egy rehabilitációs intézménybe akár, vagy tényleg olyan helyre, ahol ő tovább tud foglalkozni a problémájával, és netán eléri az abszidenciát. Nálunk ez a siker. Meg az a siker, ha visszajönnek. Tehát én mindig azt mondom a kollégáknak, hogy onnan tudjuk, hogy jók vagyunk, jól csináljuk, hogy visszajönnek a második, harmadik, negyedik alkalomra is, és akarnak foglalkozni a problémájukkal, nem azt gondolják, hogy jó, hát ez a nő itt magyaráz valamit, hanem tényleg a saját érdekében ezzel tovább dolgozni. István, nálatok? Gondolom, családilag a legnagyobb boldogság lehet, hogyha megoldódik egy probléma. Igen, egy pár esetét hoznám, 30 éve házasok, és a férj kezdett el alkoholt fogyasztani, már több évvel ezelőtt, aztán alkoholfüggő is lett, nyilván ezt ő nagyon nehezen ismerte be. Majd elkezdtünk egyéniben dolgozni a feleséggel is, a férjel is, és körülbelül másfél év után, egyéni konzultáció után, és a végén már párterápia után is azt mondták, hogy a 30 év házasságunkból ez az utóbbi 3 hónap volt a legszebb. A történet végét nem folytatom, mert ez szomorú, de az a pillanat olyan szempontból, hogy mindegy, nem szeretném. A lényeg az, hogy mindketten megelégedetten jöttek ki, és zárták le ezt a szakaszt. A férj is helyreállt, a feleség is azóta is jól van. A siker az is például a 14 órás játék után, hogy már csak 6-8 órákat játszik a fiatal. Siker az, hogy újra együtt étkezik a család, hanem hetente egyszer vagy egyszer sem, legalább kétszer, háromszor is már. Siker az, hogy este 8-kor félretesszük az összes kütyüt, és akkor most üljünk le és játszunk valamit, legyen társasjáték, menjünk el hétvégén kirándulni. Kérdezzük meg a gyermekünket, hogy hogy van. Ó, most már tényleg, ja, tényleg neked van egy barátod is? Ja, nem is tudtam. Szóval, és siker az, hogy egy kicsit kapcsolódunk egymáshoz, kapcsolódnak a családtagok egymáshoz. Ez siker. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és további sok sikert kívánok akkor nektek a munkátok köszönjük. Során. Köszönjük. Azt hiszem, hogy 3 nagyon elhivatott szakembert láthattunk ma. És hát még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Nálatok Mizu, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.